Sziasztok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket. Az életben úgy tartják, a legtöbb jó dologra várni kell. Nincs ez másképpen a természetfotózás vagy a madarászat terén sem, amikor is sok esetben órákat vagy akár napokat kell várnunk, hogy egyes állat, madárfajt vagy éppen a természetet a legszebb köntösében lencse végre kaphassuk. Ezt teszi szabad idejében Viserácki András is, aki hobbi természetfotós és madarász. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm. Mondd csak, hogy jött ez az ötlet, az inspiráció arra, hogy mondjuk te ezzel foglalkozzál. Mindig is érdekeltek így a madarak, maga a természet, a fotózás, vagy éppen később jött ez a hobbi iránti vágy? Hát ez úgy jött, hogy makói vagyok, ott van mellettünk a maros, és akkor én horgáztam, tehát gyerekkorom óta elkezdtem horgászni. Marosra jártam főként, és ugye kint vagyok a természetben, hatalmas fogásaim sose voltak, általában ilyen keszegek, ilyen normális keszegek voltak, de az folyamatosan, és szó szerint meguntam már őket, és akkor elkezdtem figyelni a természetet, de ez tudatomon kívül történt, tehát ugye, ha kint vagy a természetben, akkor figyeled a természetet. És arra figyeltem fel, hogy egyszer egy picike kék valami a maros fölött egyik oldalra a másikra járkált, és ilyen kis cippogó hangot adott, de gyönyörű szép volt, tehát feltűnt az a gyönyörű kéksége, és narancsos volt a hasa. És ha már kint vagyok, tényleg nem tudtam, hogy mi ez. Utána hazaértem, elkezdtem interneten böngészni, hogy mi volt ez, és rájöttem, hogy ez egy jégmadár volt. Ez volt az egyik pont, hogy horgászatból váltottam természetfotózás felé, vagy természetfigyelés felé. A másik az, hogy ugyanígy ültem kint a Marosparton, és akkor felordított valami mögöttem. Nem tudtam, hogy mi az, és elkezdtem utána menni, állat volt, azt tudtam, és láttam, hogy kettő őszbak volt, és aztán belementek a vízbe, és átúztak a túloldalra. Na ez volt az a két dolog, ami megindította arra, hogy horgászbotokat lerakjam, és akkor inkább nézem a természetet, hogy mi van körülöttem, mert addig olyan átlagos volt minden, tehát nem is gondolkoztam ilyenen, hogy ugyan mi lehet az erdőben rajtam kívül, meg a horgászokon kívül, hogy milyen állatvilág, milyen növényvilág van körülöttünk. És akkor tényleg ez a két pont, ez meglökött annyira, hogy vettem aztán egy távcsövet, kis fényképezőgépet, és akkor elindultam felkutatni a kis csodákat körülöttem. És hát ez az egész, ez úgy történt tényleg, hogy elkezdtem utána olvasni folyamatosan. Ez volt a legelső fényképezőgépem, ez egy picike kis kompakt gép, ugye fogalmam sem volt még akkor a fotózásról, ez úgymond kézenfekvő volt, automatán elkezdtem ezzel fotózgatni, de ez csak tájképezni volt jó. De igen, tehát ott volt már velem a fényképezőgép. És a messzelátó az meg kellett ahhoz, hogy ugye közelebb kerüljek a madarakhoz például, mert az egy dolog, hogy ott átrepült valami, meg felült az ágra, azt egy normális ember azt nem fogja meglátni, hogy az mi, az rá mondjuk, hogy verébe, és akkor kész. És akkor a távcső itt jött a képbe, és utána már, ahogy így belemélyedtem évről évre, lecseréltem a fényképezőgépet egy bridge gépre, azzal elég sokáig fotóztam, és akkor kezdtem el tanulni a fotózást is mellette, tehát ugyanúgy interneten elkezdtem utána olvasni, hogy igazából hogy működik egy fényképezőgép, mi az a rekeszérték, mi az az ISO, tehát folyamatosan tanultam mindig, amikor volt egy kis időm, ugye, mert az automata mód az már nekem nem volt elég, mert nem oda fókuszált, ahova akartam, nem olyan fények voltak, amit akartam, úgyhogy ezt a fényképezési dolgot ezt így emeltem feljebb. Viszont a madarakkal például ott meg már az is zavart, hogy például nem jól láttam még a távcsővel se a madarat, de hallottam, hogy ott énekel. És akkor már így, ahogy sokat kint van az ember a természetben, így tényleg a hangokat már egész jól meg lehet különböztetni. Az egy dolog, hogy nem tudjuk, hogy mi az, de már az már jó dolog, hogyha különbséget tudunk rakni madárdalok között. És akkor erre is volt egy madárhangos kis letöltő programom, ahol begyűjtöttem majdnem 300-400 madárnak az énekét, és
azt is elkezdtem úgy figyelgetni. De hát az is iszonyat nagy munka volt, mert abból kiválasztani most, hogy ez egy karvajposzáta vagy egy bíbic, tehát így teljesen kezdőként az nehéz volt, de évek alatt azért ez is rendbe jött, tehát be tudtam kategorizálni, hogy mit hallok. Most se ismerek még minden madárhangot, tehát én a nagymadarászok körébe még nem vagyok benne, de folyamatosan tanítom magam. Többet tudok azért már, mint egy átlagember, de rengeteget kell még tanulni. És akkor vettem hozzá még egy madárhatározót, amiben rengeteg madár van, és akkor megint rádöbbentem, hogy nagyon keveset tudok még a madarakról, tehát... Hát elég vastagok. Igen, igen. Tehát rengeteg madár van, tehát egy fajból annyi mindent kell nézni, tehát még a szemkarikát is figyelni kell néhány fajnál, a lábszínét, meg minden, tehát az sem mindegy, hogy most tavasz van, tél van, fiatal a madár, idősebb a madár, tehát váltja a torruhákat, átalakítja, párzáskor mondjuk a csőrszíne teljesen másabb, úgyhogy sok minden összeteszi ezt a madarászat dolgot, de szép, érdekes dolog. Úgyhogy a bridge gép után tovább léptem, akkor már sok mindent tudtam a fotózásról, magáról, mint tananyag, vagy hobbi, akár munka is lehet belőle, de ezt tényleg csak hobbi szinten vittem, és akkor vettem egy tükörreflexes gépet, nagy optikát még nem vettem hozzá, hanem egy kisebb optikát vettem, meg egy közepeset, ami a közepes az azt jelenti, hogy egy 55-300-as, egy Nikon objektív volt, ezzel vettem meg hozzávettem aztán egy 18-55-ös kis kit objektívet. Ezek is újdonságok voltak nekem, mert a bridge gépnél ugye minden optika egybe van, tehát ott a 15-ös fókusztávtól egészen a 600 milliig ott minden benne volt, egyetlen egy gépben. Itt ugye a tükörreflexesnél külön kell optikákat venni a géphez, ez költségesebb dolog jóval, de viszont sokkal minőségebbi képeket kapunk meg. Akkor gurultam be igazából, amikor bridge gépen volt még, és a fekete gólyáknak csináltam egy lest, mert a Maros ártérben volt egy olyan hely, ahová lejártak enni, és akkor hajnalba mentem ki, és a bridge gép az nagyon rosszul kezelte azokat a fényviszonyokat, tehát folyamatosan elmosódott a kép. És akkor döntöttem el azt, hogy innen tovább kell lépni, mert hogyha már odáig eljutottam, hogy a fekete gólyáknak felállítok egy lest, és tényleg kimegyek munka után, másfél-két óra alvás után, hogy sötétbe beérjek még a gólyák előtt, és ilyenem múlik az egész, hogy aztán a képminősége meg úgymond értékelhetetlen lett, akkor inkább váltottam egy tükörreflexes gépre, és azért ott már lényegesebben nagyobb különbségek voltak. Itt egy kicsit úgy gondolom, bocsánat, hogy meg kell ragadnunk így a részleteknél, hogy mégis mit jelentenek ezek, amiket ugye mondtál, hogy például hogy a bridge, az mitől bridge, valamint ugye, hogy milyen technikai részleteket kell ugye figyelembe vennünk, csak így általánosságban, hogy például mit jelent az, ugye, amit az objektíven is láthatunk, hogy 55 kötője 300 mm-es, hogy például ez a milliméter tartomány, ugye mondhatod, hogy gyújtótávolság, ugye ezt fizikából tudjuk, de hogy ez gyakorlatilag miben jelenik meg a fotózás terén. Uh-huh. Igen, ezek a milliméterek, amik rajta vannak egy objektíven, ezek a gyújtótávolságot jelenítik meg, tehát ahogy kitolja a frontlencsét a gép, így, akkor ugye megnő a gyújtótávolság. És az a jó benne, hogy egy távolabbi, mondjuk egy kócsagot sokkal közelebbre felnagyít, tehát a fény meg mindent jobban össze tudja szedni, minél jobban kint van, és rávetíti a tükörre, a szenzorra, minél hosszabb a gyújtótávolság. És egy nagy teleobjektívnél már ez kimondottan arra jó, hogy a messzebbi dolgokat könnyebben elérjük vele. Egy pici, mondjuk ennél a 18-50-es objektív, ez már madárfotózásra nem jó. De viszont tájfotózásra teljesen jó, hogyha a természetről beszélünk, mert sokkal nagyobb látószöget biztosít, tehát mondjuk, mint amit az emberi szem lát,
ugye az egy elég széles dolog, azt egy minél kisebb objektív, az sokkal jobban befogja. Egy teleobjektív, az már bizonyos szögeket fog befogni, de az elég messziről be lehet fotózni. Úgyhogy ez egy madárfotózásnál ez nagyon kell, hogy legyen egy teleobjektív az embernek, amivel elér sok minden. És a teleobjektívhez, mivel nehéz, messzire kinyúlunk vele, nagyon nagy a távolság, ott már a déli báb, a levegőszennyezettség, minden benne van, meg elég nehéz ezt már így kitartani kézből, oda viszont meg már kell egy stabil állvány, ami úgymond ezt a terhet leveszi az embernek a kezéről, mert hogyha csak kézből tartanánk ki, és mondjuk egy 200 méterre lévő bármilyen madarat, vagy akármit lefotóznánk, ott már ahogy lenyomjuk az exponáló gombot, akkor már ott az a pici rezonancia már, az már meglátszik a képen. Úgyhogy ha lerakjuk egy állványra, akkor ott elég stabilan van, és akkor onnan tudunk normálisan fotózni. És ahogy látom, ez az állvány sem olyan okos terhet, mert elég könnyűnek tűnik. Könnyű, így van. Hát relatív ez a könnyűség, amikor mondjuk sétálunk egy 10-15 kilométert az egész felszereléssel, akkor azért 8-10 kilót viszek magammal, de megpróbáltam a kategórián belül is egy könnyebb állványt választani. Hát ez maga olyan 2 kiló, hogyha van másfél kiló az állvány. A gép is ott van, így a nagy objektívvel 4 kiló, úgyhogy itt összeadódnak a dolgok, akkor még vizet rakunk a táskába, a többi kis optika, nagy optika, messzelátó, könyv, minden. Van, is be kell lenni. Van súly, de mindennek ott kell lenni, mert ez az egész fotózási dolog úgy néz ki, hogy sok helyre kimegyek autóval, de lerakom az autót, és aztán gyalog indulok be, mert nem szeretek annyira bezavarni a természetbe. Szerintem ez is az alapja a természetfotózásnak, hogy próbáljunk minél jobban elvegyülni a természetbe, minél jobban beilleszkedni, hogy jó, mi figyelünk a természetre folyamatosan, a távcső is azért egy nagyon fontos dolog, hogy távcsővel nagyon messzire el lehet látni. Például egy madárnak vagy egy állatnak az érzékszervei sokkal jobbak, mint az embernek. És akkor ő ugye sokkal hamarabb ki is fog szúrni bennünket, de hogyha távcsővel mondjuk gondosan átnézzük a területet, akkor van esélyünk arra, hogy mondjuk be tudunk cserkelni mondjuk egy őzet vagy egy ragadozó madár, hogyha táplálkozik messzebb, akkor oda tudunk sunnyogni óvatosan. Úgyhogy nagyon fontos a természetfotózásnál az, hogy körültekintőek legyünk, és tényleg olvadjunk be a természetbe. Mert különben lehet akár mekkora optikánk is, akkor csak mondjuk olyan képeket tudunk fotózni például, hogy már elrepül az a valami, vagy elugrik az a valami, és ez is fontos, hogy azért komponáljuk meg jól azt a képet. Tehát vannak olyan képek, amikor mondjuk, hogyha a madarakra visszatekintünk, hogy olyat fotózok például, hogy fentül a dróton. De azt inkább akkor használom mondjuk azt a fényképezési beállítást, amikor egy idegen faj van itt például, vagy egy ritkaság, mert akkor örülök neki, inkább ilyen dokumentumanyagnak lesz jó az a kép, de természetfotónak már annyira számomra az nem megy el, tehát én egyest adnék arra, mert most egy dróton lefotózni valamit, az szerintem nem egy nagy kihívás. De hogyha van lehetőségünk arra, hogy kinézzük a háttért, kinézzük a napot, hogy áll mögöttünk, tehát a fények, a háttér, hogy jó összhangba legyen, és akkor úgy próbálunk oda kerülni egy állathoz, vagy bármihez, akkor szerintem az a természetfotózásban az egy jó dolog. És ez mind észrevétlenül, hogy tényleg teljesen természetes állapotában legyen lefotózva az a madárállat, vagy bármi. Még a beszélgetésünkkel itt említetted, pont ehhez kapcsolódóan, hogy teljesen észrevételek maradjunk, ugye ezek a les helyek. Igen, igen. Bár lehet, hogy nem ez a pontos megfogalmazás, hogy javíts ki, hogyha tévedek, de ugye neked is van ilyen les helyed, amit el szoktál foglalni ezeknél. Mi a fontos szempont, mikből szoktátok megépíteni, hogy ne zavarjátok az élővilágot? Igen, ez a lesezés, ez közbe jött, tehát én, mint amatőr, amikor elkezdtem ezt az egész természetfotózást, ugye
szerintem mindenki úgy jár vele, hogy ugye baktatunk kint a területen, és akkor még azért zavarásokat okozunk, és rájövünk saját hibáinkból, hogy ez így nem lesz jó. És akkor gondolkoztam azon, hogy nem jó az, hogyha én koslatok sok madár után, vagy sok állat után, inkább megfordítottam a dolgot, hogy én menjek oda először, és akkor majd ők jönnek oda én hozzám, hogy próbáljak annyira elvegyülni a természetbe, mintha én ott egy nátszál lennék, vagy valami. Tehát, hogy legyek ott természetes állapotomba, ne lásson a madár, az állat semmi, és akkor így egy ötlet fogalmazódott meg bennem, erre lest kell csinálni. A legelső leseim azok ilyen nagyon egyszerű dolgok voltak, hogy ami ott a környezetemben kézhez akadt, botokat vágtam, ilyen sátrat alakítottam ki. A legelső lesem az tényleg olyan volt, sátorszerűen megcsináltam egy szerkezetet az ott található botokból, gyékényből összekötöttem a csatlakozásokat, és aztán ott vágtam nádat, meg gyékényt, és azzal borítottam be. És ez volt a legelső lesem, de teljesen jó volt. Ez pont egy fekete gólyás területen volt, akkor még azon a részen volt is víz, most már sajnos ez megszűnt, és ott úgy nézett ki a helyzet, hogy tényleg ott mentem hajnalba, teljesen sötétbe, oda bekuporodtam még napkelte előtt, elhelyezkedtem, felállítottam az állványt, beállítottam mindent, jók legyenek a szögek, és akkor én ott vártam, hogy megjelenjenek a madarak. Ez volt a legelső dolog így. De ugye onnan eltűnt a víz, akkor arrébb mentek a madarak, azokat is mire megtaláltam, tehát ez mind idő volt, úgyhogy ez a dolog így szertefoszlott. Aztán volt, még megint jött a tél, akkor ugye ezek a madarak nem voltak ott, télen meg jellemző a ragadozó madár a területeken, ami megint egy madarász, meg természetfotós szempontjából egy nagyon jó dolog, mert nagy termetű madár, meg szép, tehát azon minden látszik, tehát nagyok a körmei, nagy a csőre, nagy a szeme, meg tekintélyes, tehát egy réti sas is, vagy egy egerészőjű is, van tekintélye, tehát egy mezei verebet mondjuk meg tudunk szokni, tehát egy városi ember is ahhoz hozzászokik, de mondjuk egy ragadozó madarat közelről látni, akár fotón, akár élőbe, azért másabb. Mert távcsővel azért sokszor szem elé kerül, de csak az, hogy mondjuk fent vitorlázik, és aztán el is ment. Abból jó fotó nem lesz. És akkor télen gondoltam arra, hogy csinálok egy olyan fix lest egy területen, ahol a vadászokkal leegyeztettem a dolgot, hogy én ott kint leszek, és amikor kint vagyok, akkor szólok nekik, hogy ne is legyen ebből a gubanc. Egy fix lest leépítettem 3 évvel ezelőtt, az is ilyen hulladékfából, meg ebből, abból, és akkor ott elkezdtem etetni a madarakat a lesem előtt. Úgy nézett ki a dolog, hogy ugye többféle madár mozog a területen, ugye ragadozó madarakból is többféle van, és raktam messzebb is, 50-60 méterre, és táplálékot nekik, meg közelebb is, 8-10 méterre a lestől is. Ezek ilyen nyesedékek, meg belsőségek voltak, meg van, hogy csirkefarhátat veszek, tehát amikor akcióban van, valamit adni kell nekik, és rá van bízva a madárra, hogy ő melyiket fogja választani. Mert az egy dolog, hogy ugye ez a téli les, ez ott van kint télen-nyáron, tehát azt bevette a természet, ez a jó szó rá, hogy beveszi a természet az ilyen dolgokat, tehát egy mobil lessátornak a különbsége az ugye, hogy ott azt felállíthatjuk, terepminta is lehet rajta, de az nem lesz sose olyan, mint egy kint hagyott ilyen kis les, ami fixen ott van. Mert ugye ott jön, megy a madár, az folyamatosan látja, most ha mobillest rakunk le, akkor az már feltűnő lesz neki. Jó, jól néznek ki a mobillesek, terepmintások, de azért csak egy idegen dolog kint a területen. És akkor ez a kinti fix téli lesem, ez ugye ott van évek óta. Ki van rakva a táplálék, közelebb, távolabb is, és a madár eldöntheti, hogyha rá van szorulva, úgy gondolja, akkor, hogy lejön, és akkor beáll nekem, és akkor úgymond eszik.
Az a lényeg, hogy miért kell távolabb is, meg közelebb is rakni, mert vannak olyan madarak, amelyikek mondjuk félősebbek, óvatosabbak inkább. Mondjuk egy sas, az például sokkal jobban meg fogja válogatni, hogy miért fog leszállni. Tehát ő annyira nagy úr, úgymond a madarak világába, hogy lehet, hogy nem is kockáztatja azt meg, hogy lemenjen egy kihelyezett csirkefarhátér például, amikor lazán megfog egy vadkacsát, tehát ő neki gondot ez nem okoz, és az biztos, mert azért az óvatosság azért bennük van. Egy egerészőjévet sokkal könnyebb úgymond lecsalni ilyen dolgokkal, és annál már hál' Istennek tényleg ott tartok, hogy ilyen 6-8 méterre leszáll a lesem elé. És ez a lesem is úgy néz ki, hogy az objektívnek van csak kihagyva a hely, de ott nincs ez a tükörüveg, ami sok madárlesnél ott van, hanem nekem teljesen a levegő átjárja az egész lesemet, és úgy ugye teljesen sokkal jobbak. Tehát minőségre a legjobb képek úgy alakulnak ki. A lest is úgy alakítottam, hogy általában én hajnalba járok ki, és akkor, hogy a fények is jók legyenek, tehát úgy lett beépítve a területre. És a horizont vonal magasságában van körülbelül az objektívnek a nyílása, mert az is fontos azért egy téli, vagy egy lesnél, vagy egy madárfotónál például, hogyha magasról fotózunk le valamit, akkor ugye a területre beolvad, tehát a fűbe, a növényzetbe. De hogyha alulról fotózunk le valamit, akkor ugye csak kiemeljük azt a példányt, és akkor úgy sokkal szebb képet kapunk. Meg még a háttér is fontos, hogy ugye ezek az objektívek már elég jól mosnak, hogy a madár éles, és akkor mondjuk hátul elég szép hátteret fest meg, mondjuk az a kis erdő részlet, ami a madár mögött található 100 méterre. Úgyhogy ez a leses téma is most itt tart már nálam, hogy mindig tanulok ebből is, tehát hogyha valamit elrontok közbe, így a les felépítésével is, mert ez is, hogy most lesülyeztettem már egész alacsonyra, hogy tényleg a horizontal egy vonalba legyek, ez is a évek alatt terült ki nálam, mert kényelmesebb, hogyha simán beül egy ember, és akkor körülbelül olyan egy méter magasról fotózunk lefele kis székről, de hogyha kiásunk magunknak egy, úgymond a lesnek egy gödröt, és az egészet lejjebb rakjuk, akkor is le lehet ülni, de akkor viszont a horizontal már egy vonalba leszünk, és ha már tényleg ott vagyunk, akkor legyen már a maximum kihozva belőle, csak annyi, hogy egy kis földmunka van előtte. Ennyi tapasztalattal, meg gyakorlattal a hátad mögött, mit ajánlanál így összegzésül azok számára, akik például most a jelenlegi technikák tömkelege mellett bele akarnak vágni a természetfotózásba? A legfontosabb dolog, aki most akar belevágni ebbe az egészbe, hogy az már tényleg egy elhanyagolható, hogy már lassan ezeket a dolgokat meg lehet elég könnyen venni különböző országokból, szinte fillérekért, főleg használtan. De most, hogyha meg is veszünk egy, mondjuk egy ekkora objektívet egy tükörreflexes géppel, akkor nagyon fontos dolog, hogyha már rászánjuk magunkat, hogy természetfotózást csináljunk hobbi szinten is, ismerjük meg előtte a környezetünket. Tehát ne az legyen, hogy csak úgy vaktába elkezdünk kimenni, mert hogy ugye az internet világában már most már rengeteg olyan oldal van, ahol le van írva, itt láttunk egy fekete gólyát, ott láttunk egy vörös gémet, stb. És akkor célirányosan kimegyünk. Na az nem jó, tehát ott akkor iszonyat nagy zavarás lesz, akkor ott minden boldog-boldogtalan kimegy, hanem nagyon fontos, inkább a saját kis környezetünkbe ismerjük meg, hogy mi van körülöttünk, induljunk ki a kerti világunkból, hogy ott is van, rengeteg madár van. Tehát egy távcső az majd, hogy nem egy természetfotózásnál, sokkal fontosabb először, mint maga egy gép. Tehát, hogy ismerjük meg a madarakat, ismerjük meg a növényeket, ismerjük meg azokat a dolgokat, hogy télen, nyáron mi fordul elő. Persze vigyük a gépet magunkkal, de legyünk nagyon óvatosak. Tehát ne legyen az, hogy folyamatosan zavarjuk a természetet, a környezetet, hanem
alázatosan menjünk ki egy természetbe, tehát a területekre úgy, hogy csendben legyünk, ne cigizzünk, a telefonokat tényleg próbáljuk lehalkítani, mert ez mind kell ahhoz, hogy normálisan lehessen fényképezni kint, és hogy ne legyenek nagy zavarások. Én ezt tudom tanácsolni, hogy ismerjük meg tényleg a természetet, ami körbevesz bennünket. Nem kell elmenni messzire, hanem itt a házunk körül mindenki, szegediek itt a Tisza parton menjenek ki, makóiak ugye a Maros parton, de próbáljunk meg olyan helyre, ahol nem sok ember van, mert akkor sokkal gyümölcsözőbb lehet minden. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad ezt velünk, és hogy elfogadtad a meghívásunkat. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, viszontlátásra!